A lekvárkészítés első lépéseként jól meg kell mosni a gyümölcsöt, ismertette Jánó Csilla. Az asszony rengeteg befőzésen van már túl, korán megtanulta a lekvárfőzés minden fortéját. 17 éves korában édesanyjával közösen raktak el mindenféle gyümölcsöt. Mint elmondta, a mosás után forró vízbe kell tenni a barackot, amiben fél percig áll, így sokkal könnyebben lejön majd a héja. Fiatal asszony koromban legelőször megpróbáltam ugye eltenni saját magam a barackot, akkor úgy főztem, hogy megfőztem. Nem tudtam többet lehántani, és akkor egyből meg kellett daráljam. A mérlegelést követően a tisztított gyümölcshús a tűzhelyre kerül. Ebbe egy kis citromsavat is rak az asszony, hogy megmaradjon a színe. Majd lassan, míg el nem éri a kívánt sűrűséget, főzi. A cukor csak ezután kerül bele. Kilogrammonként 20 dekagrammot rak bele Csilla néni, mivel nem szeretik túl édesen. A sárga barackon kívül áfonyából, szilvából, homoktövisből és somból is készít lekvárokat, befőtteket. A kész lekvárt csírátlanított üvegbe kell tölteni, majd 5 percre fejtetőre állítani, hogy a felesleges levegő kiszoruljon belőle. Így nem szükséges tartósítószert használni. Jánó Csilla és családja rendszeresen fogyaszt lekvárt. Egyes fajtákat kifejezetten gyógyszerként tartanak számon, de általában hétköznapi használatra veszik le a polcról az üvegeket. Bármelyik nagyon jó palacsintába, süteményekhez, attól függ, hogy milyen receptek vannak, pitékhez, feltekárpiskótához, például a sárga barack az fenomenálisan finom. Akkor palacsintához is szoktuk kenni, fánkot szoktunk vele enni, mindenfélét, és általában a család minden lekvárt szeret. A sárga barack szezon hamarosan véget ér, de nem sokára megkezdődik a szeder, az áfonya és a szilva idénye is, amelyekből ugyancsak készülhet finomság.